A Telen magazint látják, köszöntöm nézőinket, Bence Péter vagyok. A tolnai önkormányzat ülésen többek között arról hoztak döntést, hogy módosítják a település sportkoncepcióját. Továbbá szó esett a város településrendezési tervének átdolgozásáról is. A következő percekben Appelszofer Ágnes polgármester számol be a részletekről. Képviselő testületi ülést tartottak Tolnán. Appelszofer Ágnes polgármester elmondta, több beszámolót is elfogadott a város vezetés, például a helyi értéktár munkájáról szóló jelentést. Szerencsére mindig vannak új értékek, akár épített, akár másfajta értéke a városnak, ami ebbe az értéktárba bekerül, és nagyon köszönjük a munkájukat, nekik is és a háló alapítványnak is. Aztán nagyon sok ilyen technikai szavazás történt, gyakorlatilag jóvá hagytuk azt, hogy a két háziorvos és egy fogorvos tekintetében a működési engedélyüket módosítják, részben egy fogorvos rendelési időt módosított, másik két háziorvos esetében pedig helyettesítő orvosokról döntöttünk. Aztán döntöttünk arról is, hogy elfogadjuk a óvoda új SMS-ét, de itt is csak egy technikai dolog került tulajdonképpen be. A diabéteses gyerekek gondozásá is meg kell, hogy oldja az óvoda, és óvópedagógusokat képeznek ki arra, hogy cukorbeteg gyerekeket gondozzanak az óvodákban is. Tehát még egyszer nagyon sok ilyen technikai jellegű szavazás volt. Továbbá kérelem érkezett a város település rendezési tervének átdolgozására. Újra szeretnének napelemparkot építeni a város közigazgatási területén. Ezt itt kérték, hogy módosítjuk a művelési ágat, hogy lehetőség legyen arra, hogy oda napelemparkokat építsenek. Három esetében ezt javasoltuk, a negyedikben nem, mert hogy korábban már döntöttünk arról, hogy a Gém utca meghosszabbítása a hatos számú főúttal az egy terv a város tekintetében, és a tervezés van folyamatban. Jelenlegi rendezési terv szerint ez a tervezett nyomvonal érinti az egyik telket, tehát oda nem engedélyeztük, hogy napelemparkot létesítsenek, de a többi esetében igen. Aztán szó volt arról is, hogy módosítottuk a város költségvetési rendeletét, de itt tulajdonképpen a régi döntéseket emeltük be. Ez is igaziból egy technikai szavazás volt, egyetlen egy új dolog került bele, a hivatal informatikai eszközbeszerzése. Nagyon elavultak a gépek a hivatalban, és sokszor érzik itt a kollégák is, és a külső szervek is, akikkel nagyon sok esetben elektronikusan tartjuk a kapcsolatot, hogy az informatikai rendszerünk ezt nem bírja, úgyhogy nagyon régóta nem áldoztunk erre, de most muszáj, tehát egy bruttó 10 millió forintot különítettünk el a költségvetésben arra, hogy a hivatal informatikai eszközeit fejlesszük, és itt nem csak gép vásárlásáról, hanem licenszek vásárlásáról, illetve a szerver fejlesztéséről is szó van. A képviselő testület döntött arról is, hogy meghosszabbítják a Fácánkerti Vadásztársasággal kötött bérleti szerződést. Az ő kérésükre a Rozmájer-tó környékén van egy terület, amit már nagyon régóta bérelnek, lejárt a bérleti szerződés, és most újra arról döntött a képviselő testület, hogy a továbbiakban is ezt bérbe adjuk az egyesületnek. Tolnaváros sportkoncepciója is módosult. Itt is technikai módosítások kerültek be, például bekerült az is, hogy akinek tartozása van az önkormányzat vagy intézménye felé, mondjuk bérleti díj tartozása, az nem kaphat támogatást, vagy kikerült az, hogy az egyik intézményünk bérbe adja az intézménynek, vagy más intézménynek a sportlétesítményt. Ezt nem tartottuk fontosnak, hogy benne legyen a hosszú távú sportkoncepcióba. Tehát a koncepciót igyekeztünk a valósághoz igazítani, és ebben is szerencsére egyhangú döntés született, úgy mint egyébként ez megszokott, és én nagyon köszönöm a képviselőtársaimnak ezúton is, hogy mindannyian konstruktívan állnak a képviselőtestületi munkához. Tehát nagyon hálás vagyok azért, hogy az előtest terjesztéseink során sosem politikai vita, hanem mindig szakmai vita merül fel,
és ezeket is minden alkalommal meg tudjuk beszélni, de gyakorlatilag minden előterjesztést 11 igen szavazattal fogadtunk el. Tolna város német nemzetiségi önkormányzata 27. alkalommal szervezte meg a Nemzetiségi Napot. A kisebbségek napját már 1995 óta ünnepeljük országszerte, melynek keretein belül számos kórus, tánccsoport és klub képviselteti magát. A rendezvény célja az volt, hogy a helyi közönség kapjon képet arról, milyen nemzetiségi élet folyik a régióban. ...1995 óta ünnepeljük országosan a kisebbségek napját. Ennek az apropójából szervezi meg a Nemzetiségi Napját Tolna város német önkormányzata. Az immár 27. alkalommal megrendezett programmal a szervezők célja, hogy ne csak a helyi, hanem a régióban működő együtteseket is meghívja annak érdekében, hogy a helyi közönségnek képet adjanak arról, hogy milyen a német nemzetiségi kulturális élet a térségben. A hagyományok ápolása és őrzése szempontjából is biztató az, hogy a sok résztvevője között meghatározó súllyal voltak jelen a fiatalok. A Nemzetiségi Napot ennek fényében a tolnai Ötvös utcai általános iskola kisdiákjai nyitották meg. Fülöp Mónika, a város német nemzetiségi önkormányzatának elnöke a beszédében azt emelte ki, ez az alkalom az éves naptárukban az egyik legfontosabb, hiszen minden alkalom hozzáad ahhoz az erőfeszítéshez, amellyel segítik ápolni és őrizni a német nemzetiségi kultúrát és hagyományokat. Ezért is hívtak meg a térségből számos olyan fellépőt, akik ezeket az értékeket jelenítik meg a színpadi produkciókban. A Kakasdi Német Nemzetiségi Kórus is elfogadta a meghívásunkat, a Mözsi Német Nemzetiségi Klubnak a kórusa, valamint a Tolnai Német Baráti Kör kórusa is fellép, ugye ők helyi kórusaink, és fellépnek ma a Heimat Német Nemzetiségi Tánccsoport Pártaszékről, és egy újdonság, kicsit kiléptünk messzebbre is, a Sombereki Ulrich Trió zárja a programot. Fülöp Mónika arról is beszélt, milyen fontos a német kultúra megismertetése és átadása lehetőleg minél fiatalabb korban. A Tolnai Nemzetiségi Egyesület tagjai most azon dolgoznak, hogy saját hagyományőrzött tánccsoportot tudjanak felállítani. Ez a célunk is, hogy legyen utánpótlás, mert a Tolnának nincsen tánccsoportja, hosszú évekig volt Mözsön, és a célunk az, hogy az utánpótlás tudjuk majd így pótolni, tehát nagyon szeretnénk egy tánccsoportot Tolnán, szeretnénk az énekkar, vagy a két énekkar is működik, és szeretnénk, hogyha fiatalodnának egy kicsit a kórusok. Appelshofer Ágnes polgármester a köszöntő beszédében arról beszélt, hogy mennyire fontosnak tartja a hagyományok és a kultúra átörökítését nemzedékről nemzedékre, hiszen az ide települt német ajkúak annak idején otthonra találtak Tolnán. Hogyha egy kicsit személyesebbé próbálom venni, akkor nem veszik zokon ezt nekem. Mostanában a temetőt járjuk. És mindannyian nyilván vagy az elmúlt napokban, vagy az elkövetkezendő napokban megyünk a helyi temetőkbe, ahol, hogyha megyünk a sírok között és nézzük a sírok feliratát, akkor bizony nagyon-nagyon sok német név van. Olyan nevek is, ahol még a keresztnevet is németül írták, nem csak a vezetéknevet. És ilyenkor az embernek egy kicsit elszorul a szíve, én azt gondolom, hogy honnan jöttek, mivel jöttek, amikor ide kerültek Magyarországra, ide Mözsre, akkor hogy találtak, hogy teremtettek otthont maguknak. Én azt gondolom, hogy az, hogy ma itt vagyunk, és ennyien vagyunk, itt Tolnáról is, Mözsről is, a környező településekről is, azért mégiscsak azt bizonyítja, hogy a németek itt otthonra találtak, és én nagyon remélem, hogy soha többet nem kényszerülnek arra sem németek, sem mások, hogy ebből a hazából el kelljen menniük. A német nemzetiségi est közös vacsorával zárult. Most rövid reklám következik, majd beszámolunk a családsegítő, immár szokásossá váló karácsonyt megelőző jótékonysági akciójáról. Maradjanak velünk, mindjárt jövünk!
Ismerjék meg a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 2022-23-as tanévre tervezett képzési formáit. 6 évfolyamos osztályunkban. Emelt óraszámú angol vagy német nyelvi képzés. 4 évfolyamos képzésünkben. Emelt óraszámú angol vagy német nyelv. Továbbá választható humán, reál vagy sportspecifikáció. Az írásbeli felvételére való jelentkezés határideje december 3-a. Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. Remény és jövő. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Folytatjuk is a Telena magazint. A tavalyi sikerre való tekintettel ismét jótékonysági árverést szervez a Tolnai Családsegítő Központ. A tételek között többek között szerepel a Chelsea Angol Labdarúgó Klub egyik játékosának meze is. Az aukció bevételeit a szociális támogatásban részesülő családok megajándékozására fordítják. Festmények, utalványok, kézműves termékek, csak néhány abból a több mint 300 felajánlásból, ami a Tolnai Családsegítő Központ jótékonysági aukciójára érkezett. Tavaly 1 millió forintot sikerült összegyűjteniük, amit szociálisan rászorult családok megsegítésére fordítottak. Idén is hasonló célt tűztek ki maguk elé, mondja Székely Anikó, a központ vezetője. A tavalyi év sikerét látva az idei évben is megszervezzük a 9 tolnai szervezet összefogásával megvalósuló jótékonysági árverést. Augusztus óta vártuk a felajánlásokat, érkeztek műtárgyak, dísztárgyak, szolgáltatások, élelmiszerek, sportmezek. A cél hasonló a tavalyi évhez. Az idei évben is a befolyt összegből karácsonyi ajándékcsomagokat szeretnénk csinálni hátrányos helyzetű családoknak, gyerekeknek, nyugdíjasoknak. Az árverés online formában zajlik, majd egy hétig licitálhatnak az érdeklődők. Az árverés jövő héten kedden 8 órakor indul, így mindenkit szeretnék arra kérni, hogy csatlakozzon a Tolnai Családsegítő Központ jótékonysági árverés csoportjához, hogy ezekre a jó szívvel felajánlott tárgyakra minél többen licitáljanak, hogy meg tudjuk valósítani a célunkat. Igazából ez egy közösen megfogalmazott cél volt, látva a tavalyi évet, hogy ebbe az idén is vágjunk bele. A tételek között szerepel a Chelsea Angol Labdarúgó Klub egyik játékosának meze is. A felajánlóink között van Fiola Attila, Szalai Attila, akik mind a ketten sportmezt ajánlottak fel, és felajánlásként hozzánk érkezett egy Chelsea mez, amit Lőv Zsolt és egy vállalkozó ajánlott fel a számunkra. Egész évben fontosnak tartjuk, hogy segítsünk. Ezt a célt szolgálta az augusztusban megszervezett jótékonysági koncertünk is, és most így az év végén, karácsonyhoz közeledvén ez itt talán még fontosabb, hogy szebbé tudjuk tenni az emberek karácsonyát ebben a nehéz időszakban.
Sütemény sütéssel és kézműves foglalkozással várták az érdeklődőket Tolnán a Magházban. Az őszi szünetben lezajlott programon kicsik és nagyok is részt vehettek. A linzer sütésen túl mókás díszeket is készítettek a kreatív délutánon a résztvevők. Süteménysütéssel egybekötött kézműves foglalkozást szerveztek Halloween közelettével a Tolnai Magházban. A program célja az volt, hogy az őszi szünetben legyen egy olyan délután, ahol a szülők a gyerekekkel együtt eltölthetik az időt, és az ünnepre készülve többféle kézműves dolgot készíthessenek. A sütés új ötlet volt, de nagy népszerűségnek örvendett. A gyerekek szívesen gyúrták, formázták, díszítették a linzereket. Ez a kisfiú otthonosan mozgott a sütés világában. Tényleg ez? Hát igen, de előbb szerintem úgy kéne, hogy teszünk egy lekvárt, mivel a linzer az olyan. Nyami! És ráteszünk egy ugyanolyan formát. És a közepét kiválikoztam, ha jól emlékszem. Igen. És utána be kell tenni csak a sütőbe, és ennyi is kész. Meg kell várni, hogy kisüljön, és meg is lehet enni. A szervezők minden alapanyaggal ellátták a résztvevőket, a többi már a kicsiken múlott, akik szülői segítséggel ugyan, de nagy lelkesedéssel készítették a finomságokat. Sima linzertésztával fogunk halloweeni formákat kiszaggatni, és utána azokat fogják feldíszíteni a gyerekek színes cukorkákkal, csokoládéval. Nem csak sütés várta az ideérkező kicsiket és nagyokat, hanem kézműves foglalkozás is, ahol sokféle kreatív őszi dekorációt készíthettek el. Ötletben nem volt hiány, jobbnál jobb dolgok kerültek ki a kezek közül. A kézművesen hát többféle dolog készül, így a Halloween jegyében. Lehet fakanából tököt mintázni, papírgurigából denevért, aztán tököt lehet varni, kis gombócokat, és nem tudom, miket csinálnak még. Spatulából különböző őszi díszeket, ajtódíszeket készítenek a gyerekek. Józsa Jácint azt is elmondta, hogy advent közelettével is lesznek majd programok. Karácsony közelettével decemberben lesz majd többféle gyerekprogramunk is, advent jegyébe. Aztán az őszi periódusban most még filmvetítéssel és a felnőtteknek készülünk egyenlőre műsorokkal. A kézműveskedésen túl tök faragó versenyt is hirdettek a szervezők, aminek az elkészült és kiállított darabjait a Magházban lehetett megtekinteni. A tök faragást leggyakrabban az amerikai Halloween ünnepéhez kötik, pedig Magyarországon is régi hagyomány. Az őszi terménybetakarítások alkalmával mindig sok tököt takarítottak be, így a gyermekeknek volt alkalmuk ezekkel játszani. Arcot faragtak nekik, és a közepébe gyertyát tettek, és mivel október vége felé már korán sötétedett, lehetett vele ijeszgetni. Ez a szokás azóta is él, sőt évről évre egyre nagyobb teret hódít magának. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!